Köszöntöm Niszénket, itt vagyunk a Palmira gyülekezeti házban. Nagy Éva tanárnővel beszélgetünk, hiszen ismét vasmaraton van, országos szinten 8. alkalommal, és az iskola pedig 4. alkalommal csatlakozott. Mögöttünk bent a teremben már zajlik javában 17. órája a felolvasás. Hogyan bírják? Egész jó bírják a gyerekek. Vannak 4-5, akik az elejétől fogva itt vannak. Ők már egy kicsit nehezebben viselik, már nagyon látszik, hogy fáradtak, de kitartanak, és azt mondták, hogy este 6 óráig itt maradnak. A többiek pedig óránként váltják egymást, van, aki 2-3 órát is itt van, de a nagy többség 1-2 órát vállal. Azért most egy picit rendhagyó volt tegnap este a kezdés is, beszéljünk erről egy picit nézőinknek. Igen, itt volt nagy tiszteletű Barta József, volt marosi református lelkész, a gróf Cegei Vas Albert alapítvány elnöke. Ő az, aki Holtmaroson kezeli a vashagyatékot, a Vas Albert szobrot állította a templomkertbe, amiről biztos hallottak a nézők, hogy a román hatóság miatt be kellett menekíteni a templomba. Ő őrizte egy évig a Vas Albert hamvait a templomba, és azóta is a Vas Albert sírját gondozza Marosvécsen, és egy nagyon rendhagyó előadást tartott. Nagyon élvezetes volt, hiszen őt családi szál is köti a Vas családhoz, és nagyon személyessé tudta tenni ezáltal az előadását. Akkor azt gondolom, hogy akik ezt meghallgatták, számukra is emlékezetes marad ez a maraton. Eddig hányan olvastak, számolta már? Nem, még odáig nem jutottam, hogy megszámoljam, de óránként van 4-5 ember olvas, tehát kb. 60-70 felolvasás volt már eddig. Gondolom, hogy van, aki a kedvencét már sokat szóra hozzá. Milyen jellegű művek hangzanak el most? Nagyon változatos. Az előző órákban versek voltak, azelőtt pedig mesék voltak. Aztán olvastunk regény részleteket, hallgattunk megzenésített verseket, a Vas Albert filmből néztünk részleteket, most pedig, ahogy szoktuk mondani, Vas Albert meghívta a mennyei kávéházba magához Tamás Járont, Sütő Andrást, és most ők tőlük olvasunk fel részleteket. Gondolom, hogy jövőre is fognak csatlakozni, de mi a visszhangja az iskolában? Tehát mások is jönnek, vagy inkább csak iskolai dolgozók, pedagógusok, diákok vannak? Most ment el egy kedves gyülekezeti tag, most például egy gyülekezeti tag, Klárika néni olvast fel, illetve volt tanítványaink is, itt vannak, és itt voltak, és jönnek, és akár csak egy beszélgetés és egy felolvasás kedvéért is beugranak. És már tegnap este mondták a gyerekek, hogy ugye jövőre is lesz ez a vers, ugye jövőre is lesz ez a részlet, tehát ők már várják azt, hogy jövőre is megszervezzük. És hát azért látjuk itt az asztalon, hogy megint, aki eljön, az megint kap valami kis apró ajándékot. Igen, hát azért készültünk úgy, hogy egy kis könyvjelzőt tudjunk a gyerekeknek, illetve a felolvasóknak adni, és van egy büféterem, ahol akik több órát itt vannak, azért egy kicsit tudnak pihenni, és egy kis teával felfrissítik magukat, illetve szendvicssel. Évfélkor nem tudom, volt-e most körkapcsolás? Volt most is, igen, körkapcsolás. Igaz, hogy a mi diákjaink azt mondták, hogy most ők inkább nem mernének bekapcsolódni, úgyhogy mi most kimaradtunk belőle, de szerintem nem is nagy gond, hiszen 65 helyszín volt, és úgysem fért bele mindenki, úgyhogy inkább maradtunk mi a felolvasásnál. Én azt kívánom, hogy a következő 7 órán még mindenki ébren tudja kivélni, és sok-sok élménnyel és részlettel legyen gazdagom, és akkor 5. alkalommal pedig találkozunk jövőre. Nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy úgy lesz, és biztos vagyok benne, hogy most is jól fog sikerülni, mint ahogy az elmúlt években. Köszönjük szépen! Mi is köszönjük!